Az ünnepségen Szabó Péter polgármester elmondta, egy évvel korábbra tervezték a díját adott Trianon 100. évfordulójára, hiszen a történelmi Magyarország területén élő testvérvárosok lakosai a díjazottak. Közülük a Galántai és a kézdi vásárhelyi kitüntetet a nyár folyamán megkapta az elismerést. Akik nagyon sokat tettek a határon túli Kárpát-Medencei testvérvárosainkkal való kapcsolatért. Ezek közé tartozott természetesen Jenei Károly lelkész úr is, Kárpátalján, Visken, akinek elé, elé, elévülhetetlen érdemei vannak abban, hogy Visk és Paks között ilyen szoros a kapcsolat. Jenei Károly Viski református lelkészre mindig számíthat az a közel négy és fél ezres magyarság, akik Kárpátalján élnek. Sokat tett a magyarságért, a helyben maradásért és a boldogulásért, ezért is érdemelte ki a próúrbedíjat díjat Jenei Károly. Valószínű, hogy ez azért alakult így, mert egy szerintem egy nem, csak, nem csak a mi életünkben egy hatalmas nagy lépés, hanem azt gondolom két város együttműködésében egy egy maradandó valami az, hogy egy magyar tannyelvű óvodának a felépítése, a megalapítása, az elindítása az gyakorlatilag nagyon nagy részt a városnak, illetve a fesztiválnak köszönhetően tart ma ott, ahol tart. Paksona az Erzsébet nagy szállón tartott ünnepségen meghatódva vette át a díjazott jutalmat és az ajándékokat.